Azt hittem, ha megtalálom az igazit, akkor végre boldog leszek. Amikor befejeztem az iskolát, nagyon örültem, hogy a saját lábamra állhatok. Elkezdtem dolgozni. A nővéremmel béreltünk egy lakást. Büszke voltam magamra, úgy éreztem, bármire képes vagyok. És akkor a munkahelyemen találkoztam vele. Először csak Facebookon írt rám, elhívott kávézni. Helyes volt és vicces. Sokat nevettünk. Az első kávét megszámlálhatatlan másik követte. A nővérem azzal viccelődött, hogy lassan koffein mérgezést fogok kapni. A tenyerén hordozott, mindent együtt csináltunk, biztosra vettem, hogy mi ketten összetartozunk. Egyre kevesebb időm jutott a nővéremre, de nem bántam, úgy éreztem, végre megtaláltam az igazit. Aztán összeköltöztünk, és valahogy minden megváltozott. Ha bárhová nélküle mentem el, folyamatosan írt, hívogatott. Szinte alig találkoztam a barátaimmal, mert állandóan féltékeny volt. A születésnapomon elolvasta a volt barátomtól kapott szülinapi üzenetet. Dühös lett. Ahogy beléptem a nappaliba, földhöz vágta a telefonomat, és tiszta erőből belevert a fejem mellett a falba. Akkor éreztem először félelmet. Másnap el akartam költözni, de ő megígérte, hogy többé nem veszíti el a fejét. Többször elmondta, hogy mennyire szeret, és nem tud nélkülem élni. A következő hetekben minden olyan volt, mint az elején. Elkezdtem reménykedni. Aztán egyik este nagyon idegesen jött haza. Bármit csináltam, nem volt jó. Amikor már fél órája üvöltött, felvettem a kabátomat. El akartam menni. Erre megütött. Nagyon megrémültem. Nem értettem, hogyan tehet velem ilyet az az ember, aki elvileg szeret. Napokig ki sem léptem a lakásból. Kicsúszott a lábam alól a talaj. Úgy éreztem, hogy elvesztettem önmagam, és teljesen egyedül vagyok. Rettegtem. És közben szégyeltem magam, amiért ilyen helyzetbe kerültem. Nem láttam más kiutat, felhívtam egy segélyvonalat. Bár előbb tettem volna. Most már tudom, ami történt, nem az én hibám volt. Az erőszakot nem lehet kiprovokálni. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy megalázzon, érzelmileg bántalmazzon, vagy kezet emeljen egy másik emberre. Végül visszaköltöztem a nővéremhez. De a fenyegetések ezzel nem értek véget. Folyamatosan hívogatott, irkált, azt mondta, öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza hozzá. De eldöntöttem. Kitartok. Jogom van a biztonsághoz. Nem volt könnyű, még most sem az, de tudom, hogy a végén visszakapom önmagamat.